Szép estét kívánok mindenkinek! 2021 első webkonferenciáját hallgatják, ez szám szerint a 222. adás. Mindenkinek kívánunk boldog új esztendőt, a 2021-es évet is töltsük egészséggel. Azt hiszem, hogy ez a webkonferencia arra is szolgál, hogy egy olyan felületet kínáljon, ami összeköt bennünket. Összekötnek bennünket azok az kellemes webkonferencia pillanatok is, amelyeket eddig megéltünk Karesszal, és el is gondolkodtam rajta, hogy a 222. kedden ülnek és hallgatnak bennünket. Ezt nagyon-nagyon köszönjük, és nagyon nagy örömmel tölt el engem, hogy egyre többen vagyunk, és hát akkor kezdjük stílszerűen az új évet, és a mai webkonferenciát is. A mai téma újrakezdés új alapokon, minden nap egy új lehetőség. Arra gondoltunk Karesszal, hogy a mai napot ne egy komoly betegséggel kezdjük a 2021-es évet, hanem foglaljuk össze mindazt, hogy mit tehetünk az új év elején az egészségünkért, a jólétünkért, a testi, lelki, szellemi egészségért. A mai webkonferencia témája rendhagyó, egy picit próbáltuk a vidámabb oldalát megkeresni az életünknek, és ugye szilveszter után, meg új év beköszöntével mindenki nagy fogadalmakat tesz, hogy jobban odafigyel az egészségére, hogy elkezd valami új sportot, valami új hobbit, lemond egy káros szokásáról, áttervezi az életét, több időt szabadít fel mondjuk az önmagával való foglalkozásra, és így tovább, és így tovább. Viszont a legfontosabb talán az, hogy mennyire tartjuk ezeket az ígéreteinket, fogadalmainkat be. Hogy mennyire tudunk újrakezdeni egy életet, egy évet, hiszen a fogadalmaknak csak akkora jelentőségük van, vagy lehet, amennyit mi figyelemmel, jó szándékkal és változtatási készséggel beleteszünk. Nagyon érdekes az, ahogyan minden új évben nagy tervekkel nekilátunk az új esztendőnek, messze menő következtetéseket vonunk le az első pár nap minőségéből, hogy hogyan telik, és ilyenkor még mindenkinek üres a határidőnaplója, nincs teleírva, de vajon szánunk-e arra időt, hogy azzal is foglalkozzunk, ami a legfontosabb? Önmagunkkal és az életünkkel, valamint az egészségünkkel. Hogy hogyan kezdjük újra? Miért kell újra kezdeni? Mi az, amit mi teszünk ebben az évben magunkért? Hogyan használhatjuk a hétköznapok során a germán gyógytudományban megszerzett ismereteinket? Erről lesz ma szó, és egy nagyon-nagyon érdekes és új megközelítést hallhatnak Karesztől, amelyben rengeteg olyan mondatot és visszatérő megoldási lehetőséget is felfedezhetnek azok, akik nagyon figyelnek, és akiknek van erre fülük, hogy hogyan lehetne a 2021-es évet úgy kezdeni, hogy ezt új alapokkal, új ismeretekkel felvértezze, a germán gyógytudományt szem előtt tartva, de mégis könnyedén, és amennyiben csak lehet, Karesz, rákmentesen kezdjük az évet. Hát amennyire csak lehet, hát természetesen. De hát ha most éppenséggel a hallgatóságban vannak olyanok, akiknek éppen ez a problémájuk, ez nem azt jelenti, hogy ők betegek. Ez azt jelenti, hogy van egy értelmes biológiai külön programjuk, aminek az az értelme, hogy túléljenek. Én remélem, hogy ez egy nagyon jó hír így az év kezdetén, hogy a rák és minden eddigi krónikusnak, gyógyíthatatlannak, rossz indulatúnak, vagy éppenséggel pszichiátriai betegségnek nevezett kórkép, ez mind-mind gyógyítható. Rengeteg bizonyítékunk van erre vonatkozólag. A vendégkönyvben olvashatunk ilyen csodálatos történeteket. És én úgy gondolom, hogy az a jó hírünk van ebben az új évben is, hogy van megoldás. És a megoldás nem más, mint a germán gyógytudomány. Valószínű, Karesz, hogy a 451 főből
és 52. Már mire kimondtam, 52 lett, már nem is tudom megszámolni, hogy 904-906 szempár között. Igen. Ezt így szűk körben hogyan lehetne megmutatni. Arra szeretnélek kérni, Karesz, hogy a megoldásról, a van megoldásról, a germánygyógytudományról most beszélj úgy, mint hogyha 450 jelenlevő közül nem tudjuk hányan ismerik ezt a csodálatos tudományt, a germánygyógytudományt. Vezess be, mutasd be, hogy miért fontos erről tudni, ki fedezte fel, milyen alapokon nyugszik, és mit jelenthet ez nekem, átlagembernek, hogyan tud ez az egészségem és az életem fejlődésének részévé válni. Nagyon-nagyon köszönöm, Réka, a bevezetőt, és én is nagy szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt. Az alapok azok a régiek, már mint hogy a germán gyógytudomány az nem változott meg 2020-ról 2021-re természetesen, viszont megpróbálok egy újabb megközelítést adni, bár soha nem sikerült még kétszer ugyanúgy elmondanom az öt természet törvényt, ezt mindenki tudja, aki rendszeres hallgató. Úgy gondolom, hogy a germán gyógytudomány ismeretén túl meg kéne fejtenünk azt, hogy mit tudunk akkor tenni, hogy meg se betegedjünk. Én azt hiszem, hogy ez lenne a következő lépés. Az első lépés mindig az, hogy megkeresem, hogy mi a betegségemnek a valós oka. Rendben van. Ha ezt megtaláltam, akkor ezt feloldom érzelmileg. És mi a harmadik lépés? Hogy újra elkövetem? Nem. Megfejtem belőle, hogy mit tanultam belőle, hogy mit üzen ez nekem, hogy tudnám elkerülni azt, hogy újra megbetegedjek, akár ugyanabban a kórképben, akár valami másban. Mert ha tisztában vagyok a germán gyógytudomány alapjaival, akkor nem lehet bennem félelem. Mert ne feledjük, hogy a félelem az, ami elindítja ezeket az értelmes biológiai különprogramokat, amit számunkra a dr. Ike Gerdhammer írt le, és az ő életének a tragédiája vezette el oda, hogy ezt a csodálatos, logikus, biológiai rendszert számunkra be tudta mutatni. Már is az elején szólnék, hogy még senki nem tudta megcáfolni tudományosan mindazt, amit el fogok mondani, vagyis amit Hammer doktor fölfedezett. Még egyszer mondom, senki nem tudta még tudományosan megcáfolni. Aztán, hogy a médiák mit beszélnek, és az interneten milyen ellenhírek terjednek a germán gyógytudományról, meg dr. Ike Gerdhammerről, az egy teljesen más történet, és ez mind érthetővé válik, ha megértjük, hogy milyen fantasztikus nagy dolgot fedezett fel Hammer doktor. Nagyon tetszik Hammer doktornak ez a mondata, hogy a germán gyógytudomány orvosoknak és betegeknek íródott, akiknek szívük és józan eszük van. A józan eszünket rögtön megkapja a germán gyógytudományban fellelhető logika. De ez nem csupán egy diagnosztikai eszköz. Ez egyben azt is megmutatja, hogy hogyan kéne úgy élnünk, hogy meg se betegedjünk. Igen, de ehhez nem elegendő a józan ész. A probléma ott kezdődött, hogy Hammer doktornak a 19 éves fia, akit itt látunk ezen a fólián, a karjai között meghalt, mert ugye az olasz trónörökös tökrészegen egy második világháborús fegyverrel a csónakban alvó Dirk Hammert halálosan megsebesítette, mindez 1978. augusztus 18-án történt. 111 napig tartott a fiatalembernek a élet-halál közti harca, majd december 7-én meghal az apja karjai között, és ezután két hónappal, tehát már 79 februárjában vagyunk, Hammer doktornak heredaganata alakul ki, amit az akkori tudása szerint engedett megoperálni, de se kemó, se sugárkezelést nem engedett magán elvégeztetni. A tudományos táblázatban, amit itt látunk a fólia jobb oldalán, az elején leírja, hogy pokoli kínok következtek.
Most ezek a pokoli kínok, ezek a gyógyulásnak a tünetei, szeretnék szólni előre, és ez nem a természet részéről egy hatalmas szivatás, hanem még a fájdalomnak is értelme van a biológiai ismereteink alapján. Hammer doktor felépül a betegségéből, bár 1%-nál kevesebb esélyt adtak neki, hogy ő egyáltalán túléli ezt az egészet, mert ugye még azt is hozzátették, hogy a hasa tele van áttétekkel, ezt ugye idézőjelben mondtam, de 81-re felépül Hammer doktor, ismét beáll dolgozni, és ekkor egy nőgyógyászati rákklinikán, mint belgyógyász főorvos vizsgálja a hölgyeket. Egy nőgyógyászati rákklinikán vagyunk, Münchentől nem messze. Szóval felteszi a kérdést, mint gyógyult daganatos beteg, felteszi a kérdést a betegeinek, hogy és az ő életükben nem történt valami váratlan esemény, ami teljesen váratlanul érte őket, nagyon súlyosan megrázta őket, és ezt mind elszigetelten magányosan élték meg. És mind a 200 megkérdezett esetben a válasz igen volt. Mert Hammer doktor is elgondolkodott azon, hogy ameddig az ő fia élt, neki nem volt semmi baja. De a fia halála, vagyis elvesztése okozta nála a heredaganatot, és kereste nyilvánvaló az okokozati összefüggést. Hammer doktor nem csak egy csodálatos orvos volt, hanem teológiát is végzett párhuzamosan a medicinával, sőt, fizikából is hallgatott néhány szemesztert. Ezen túl az egyetem elvégzése után számtalan felfedezése lett, találmánya, hogy így mondjam, a legismertebb a Hammeri szikély, ami a plasztikai sebészeknek a fő eszköze. 20-szor élesebb, mint bármelyik borotva. Szóval egy csodálatos emberről van szó, és ha megnézzük a Hammer doktor életét és munkásságát bemutató webkonferencia anyagot, akkor ezekről a dolgokról ott részletesebben tájékozódhatunk. Szóval kiderül, hogy egy félelem az alapja minden olyan betegségnek, amire eddig azt mondták, hogy krónikus, hogy gyógyíthatatlan, hogy rossz indulatú, hogy autoimmun, stb. Stb. Természetesen akkor nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe az, ha valaki lemérgezte magát szilveszterkor. Az se tartozik oda, ha baleset érte. Az se tartozik oda, ha a méregkezelések következtében nem tud meggyógyulni. A sugárkezelés se tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe, meg az se, ha valaki extrém diéták miatt még súlyosabb állapotba kerül, mint volt. Ezek fizikai szintű hatások, és ezeket ezen a szinten kell természetesen meggyógyítani, és ezeknek nincs is az agyunkba lenyomata, ugyanis minden érzelmi eredetű félelem alapú konfliktusnak ott van a lenyomata az agyban, és ennek lesz szervi válasza. A lélek agyszerv tengely leírása egy paradigmaváltás a medicinában, teljesen megfordítja a gondolkodásunkat, és végre logikus rendszerben látjuk a történteket. Itt nem a nagybetűs lélekről beszélek. A nagybetűs lélek köszöni szépen, jól van, annak nincsenek félelmei. Itt arról van szó, hogy egy biológiai félelem az alapja minden megbetegedésünknek, mert az ember mind biológiai lény, mondom még egyszer, mind biológiai lény, ugyanúgy működik, mint az élőlények a természetben. Tehát ezeknek is a legfontosabb célja a túlélés és a faj fenntartása, ezt egy ötödikes gyerek is képes megállapítani. Ha kinézünk az ablakon, ezt mindannyian megállapíthatjuk, mindenféle állatkísérlet vagy statisztikai kimutatás nélkül. Remélem ez mindenki számára elfogadható, hogy minden, ami él, az élni szeretne, és minden tevékenysége és életműködése ezt szolgálja. Ugyanezt történik bennünk is. Na most, tehát itt a lelki megrázkodtatás alatt, tehát egy biológiai félelmet éltünk, csak hogy a mi intelligens agyunk, hát kérem szépen, az le tudja fordítani bizonyos konfliktus típusokra, majd ezzel külön fogok beszélni, és ekkor mindig van az agyban egy úgynevezett Hammeri góc, egy lenyomat, ami annak függvényében, hogy hol tart ez az értelmes biológiai különprogram, EBK-val rövidítve,
ez meg fogja változtatni nyilvánvalóan az agyon, a koponya CT-n a formáját. A szervi szintet, ha ismerem, abban rá tudok kérdezni a lelki megrázkódtatásra. Ha valaki elmondja, hogy mi a félelme, meg tudom mondani, hogy mi lesz a szervi válasza. Az agyi térképen, a koponya CT-ről viszont leolvasható minden, anélkül, hogy a beteggel találkoznánk. A világ legjobb koponya CT olvasója maga Hámer doktor volt, de hála Istennek az esetbemutatásaiban, melyeket fordítunk folyamatosan, részletesen kitér az agyi CT értelmezésére, megfejtésére is, bár még ezt sehol egybe össze nem foglalta. A konfliktus pillanatában megjelennek ezek az úgynevezett sinek. Ne feledjük el, hogy a mi fejünkben nem sinek, hanem pályaudarok vannak, és ezek a sinek egymáshoz kötődnek, mert vagyunk annyira intelligensek, hogy amikor egy váratlan esemény ér minket, akkor nem egy, hanem legalább 5 programot elindítunk. És a félelemhez kötött sinek lesznek azok, amelyek már mind újabb konfliktus nélkül is elindítják a biológiai túlélő programot, vagyis az értelmes biológiai különprogramot, és ez adja alapját a krónikus betegségeknek, mert nem zártuk le békével a napjainkat, de erre még majd külön visszatérek. Ez tehát 1981, a rák vastörvénye, mert akkor Hámer doktor még nem tudhatta, hogy további törvényeket fog felfedezni, és a fiáról, Dirk Hámerről, DHS-nek, vagyis Dirk-Hammer szindrómának nevezte el azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy elinduljon bennünk egy értelmes biológiai különprogram. De ha lezárjuk az estéinket békével, akkor vajon megbetegszünk? Látni fogjuk majd a továbbiakban. A lényeg az, hogy megértsük, hogy nem az számít soha, hogy valójában milyen körülmények voltak. Az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. És ez egy nagyon lényeges dolog. Ezért nem tudja elmondani egy hozzátartozó, vagy egy szemtanú, hogy én mit éltem meg akkor, amikor az a bizonyos dolog megtörtént. Ezt csak én tudom. Nyilvánvaló, a szervi válasz hajszálpontos választ ad arra, hogy mi volt az én megélésem. És ismerjük ezt a példát Hámer doktor könyvéből és a nőgyógyászati vagy más előadásokból, ugye a női biológiai programok, vagy a 40. eset, ott részleteztük, hogy a történet mindig ugyanaz, hogy váratlanul belép egy hölgy a szobába, és ott találja a férjét egy másik hölgyel az ágyban, de az ő megélése lesz az egyetlen valóság, és ez fogja elindítani a megfelelő biológiai programot. Vagy a méhnyakrákot, ugye, vagy a gerincoszlopnak, vagy a medencecsontnak, vagy éppen a szimfízisnek, a szeméremcsont ízületnek a bontását, visszaépítését, vagy éppen egy undorfélelmi konfliktust él meg, vagy területkijelölési konfliktust, és még lehetne folytatni nyilvánvaló a példát, de nem az számít, hogy mi történt, hanem hogy én azt hogyan éltem meg. Ezért értsük meg, hogy hiába próbálunk segítséget kérni valakinek, aki beteg. A tünetei alapján tudjuk, hogy mit élt meg, de ezt neki kell beazonosítani, és neki kell érzelmileg elengedni. Ez se hozzátartozó, se én nem tudom a beteg helyet megtenni. És nyilvánvaló, ha nem jár konfliktussal egy bizonyos helyzet, abból nem lesz biológiai válasz sem, ez az utolsó mondatnak a lényege, ha nincs konfliktus, nincs betegség. A hölgyet nem rázta meg, hogy ott találta a férjét egy másik nővel, sőt, örült neki, hogy találta is magának valakit, mert neki már van barátja, akkor nyilvánvaló ebből nincs konfliktus, akkor nincs belőle biológiai program se. Tehát ezért találjuk a weblap főoldalán ezt az üzenetet, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, és ezt nem önvédelmi mondatként szerepel ott, hanem pontosan azért, hogy legyünk tisztában vele, hogy mi betegítettük meg magunkat, de a jó hír, hogy mi is fogjuk meggyógyítani önmagunkat. Második számú biológiai természettörvényt nem sokkal az első után fedezte fel Hámer doktor, hiszen
kitűnő belgyógyászként azért ugye tisztában volt a tünet annal, és tudjuk jól, akik medicinát végeztünk, hogy vannak hideg és meleg tünetek. Van-e a szervezetünkben egy olyan idegrendszer, autonóm idegrendszer, vagy vegetatív idegrendszer, ami szabályozza a belső működéseket. Senki nem kell tudja, hogy pillanatnyilag mennyi vizelet van a hólyagjában, majd ha eljön az ideje, jelez az idegrendszer, nem? Nem kell, senki se tudja, hogy ebben a pillanatban mennyi a vércukor szintje, a vérnyomása. Ezeket mind az automatikus, a vegetatív idegrendszer beállítja. Ennek van egy úgynevezett szimpatikus és paraszimpatikus pontja, vagyis ezen a két ponton tudunk szabályozni, mert ugye a szabályozáshoz mindig két pont kell, az autóhoz is kell egy gázpedál, meg egy fékpedál. Ha nincs fékpedál, az nagy gáz. Szóval a kék szín jelzi azt, amikor a szimpatikus idegrendszer, a piros szín, amikor a paraszimpatikus idegrendszer az úr. Nappal a szimpatikus, éjszaka a paraszimpatikus idegrendszer lesz az úr, de, és most jön a de, amikor a DHS becsapódik, az a váratlan, meglepetésszerű történet, akkor kérem szépen benne maradunk a szimpatikotóniában. Vagyis pont ez az oka annak, hogy nem tudok nyugodtan aludni, vagy elalszom, fölébredek. Pont ez az oka annak, hogy zakatol az agyam, hogy nincs étvágyam, hogy ketyeg a szívem, hogy emelkedik a vérnyomásom, hogy hideg a kezem, hideg a lábam. Ezért van kék színnel jelölve. És amikor megoldódik a KM, a konfliktus megoldása, a második függőleges vonalon, akkor véget ér az értelmes biológiai különprogramnak az első fázisa, a konfliktus aktív fázis, és átmegyünk a megoldást követő fázisba, aminek látjuk három része van, kettő piros közt egy kék szakasz. De már a konfliktus aktív fázisban láthatjuk a CT képet a bal oldalon. A körkörös gyűrűk úgy néznek ki a koponya CT-n, amit ugye az agyalappal párhuzamos síkban készítettek, ezért tettem fel ezt a koponyát oldalról. Tehát az alappal párhuzamos síkokban készült felvételeken láthatjuk azt, ami a fólia szélén ki van vetítve, konfliktus aktív fázisban, tehát ilyen körkörös gyűrűket láthatunk a becsapódásnak a jeleként, az érzelmi becsapódásnak a jeleként. Nos, a konfliktus megoldása után következik az exszudatív fázis, vagyis folyadék áramlik be szervi szinten, a gyógyuló szövetekbe, de agyi szinten is, és ezt látjuk az megoldás követő fázist mutató CT képen, két nyíl is mutat ilyen megoldás követő fázisra, és hát azért lett ott sötétebb a mondjuk a bal oldalt lent a két nyílat, ahogy látjuk, és sötétebb volt jelenik meg, mert éppenséggel a folyadék, az exszudátum nem csak szervi szinten, hanem az agyi relébe is megjelenik, és ha ott megjelenik a víz, akkor megváltozik a röntgensugár áteresztő képessége annak a bizonyos idegi központnak, ezért lesz sötétebb, mint a környezete, és ez nem agydaganat. Az exszudatív fázis alatt lesz nekünk betegségtudatunk, mert akkor jönnek a gyulladás tünetei, ugye mindenünk fáj, gyulladt, ugye duzzadt, piros, meleg, lázunk van, esetleg majd jön a hidegrázás is, és természetesen betegnek, gyengének érezzük magunkat. Tüneteket lehet csillapítani, van két előadás is a terápiáról, meg a gyógyszeres kezelésről a germán gyógytudományban, tessenek megnézni. Nem azt jelenti, hogy maximálisan szenvednünk kell, lehet tünetileg a gyulladást csillapítani, de nem mindegy, hogy mivel. Mondjuk egy ízületi fájdalmat nem szteroiddal csillapítunk, mert akkor le is állítottuk a gyógyulást, és egy életen át szedhetjük a szteroidot, hogy ne legyen fájdalom, csak éppenséggel soha nem fogunk meggyógyulni, az az ízület nem jön rendbe. Az EK, az epileptoid krízis középen azt mutatja, hogy kiléptünk ebből a mély vagotóniából, ami a paraszimpatikus idegrendszer túlsúlyát jellemzi, ugye a vágusz, a tizedik pár agyideg, a bolygóideg magyarul, ez adja a legtöbb
beidegzést a belső szerveink irányába, és ebből adódik, hogy vagotóniának is nevezzük itt a paraszimpatikus idegrendszer túlsúlyát az exudatív fázisban. De az epileptoid krízis, ott középen az a kicsúcsosodó kék nyíl vagy háromszög, ez azt jelzi, hogy megint szimpatikus idegrendszer túlsúlya van, és ott megszűnik a gyulladásunk, kipréselődik a víz a szervi szinten, kipréselődik az agyreléből, megszűnik ezáltal a fejfájásunk is, csak hogy a legdurvább tüneteket majd itt fogjuk érezni és élvezni, és ez ugye attól függ, hogy éppenséggel milyen programot futtattunk, és természetesen, hogy hányat. A legdurvább dolgok, amik itt megtörténnek, az, hogy leáll a szívünk, vagy tüdőemboliát, vagy mélyvénás trombózist kapunk, vagy éppenséggel epegörcs, vesegörcs lép fel, vagy izomrángások, görcsbe rándul az izomzatunk, és nem tudunk vele mit kezdeni néhány másodpercig, vagy akár néhány percen át. De hogyha még egy elválasztási konfliktust is megéltünk, akkor itt egy konkrét epilepsziás görcsrohamot fogunk megtapasztalni, és ezért nem epilepsziás krízisről beszélünk, hanem epileptoid krízisről, mert az epilepszia, mint tipikus történet, az pont itt zajlik le. Aztán jön kérem szépen a hegesedési fázis, ami azt jelenti, hogy extrém fáradtak leszünk, jó az étvágyunk, jó a hangulatunk, már megint meleg a kezem, meleg a lábam, de rettenetesen fáradt vagyok, és ekkor szoktuk még elveszteni a reményt. És kezdjük előről mondjuk az önleértékelést, és akkor ez egy vége láthatatlan, önmagába visszatérő program lesz. De ha ismerem, hogy hogyan fut ki minden egyes külön program, ezek mind megnézhetők ugye a weblap YouTube csatornáján, akkor kérem nem, hogy elvesztem a reményt, hanem örülök annak, hogy ennyire gyenge vagyok, hogy visszatért egy kicsit a fájdalom, de meleg már kezem, meleg a lábam, és tudom, hogy néhány nap vagy hét választ el a teljes gyógyulástól. Ugye nyilvánvaló, hogy nem mindegy, mennyi ideig tartott a konfliktus aktív fázis. Ez nem mindegy. Mert minél többet tartott, nyilván a megoldás követő fázis is annál elnyújtottabb lesz. De van segítség természetesen, és a My Student & Mayhem-t mindig meg kell említenem, amit szintén meg lehetne nézni a weblapon, My Student & Mayhem a gyakorlatban című előadás, hogy lássuk, hogy ez a csodálatos, archaikus varázsdallam, amit Hammer doktor írt 20 éves házassági évfordulóra a feleségének, hogy ez a dallamnak a hallgatása milyen fantasztikus hatással van erre az egész értelmes biológiai külön programra, erre most nem térek, itt tessenek megnézni. Aki kéri az eredeti dallamot ingyen, megkapja tőlem egy levélben. Tehát nem itt kérjük, hanem természetesen a weblapon keresztül egy levelet írunk, és ott fogjuk megkapni levélben, csatolmányban. Nos, a harmadik természet törvény felfedezésénél megint csak ezt a képet látjuk, mert innentől már látni fogjuk, hogy mi történik a konfliktus aktív és megoldás követő fázis alatt. De ha józan paraszti ésszel ugye gondolkodunk, akkor sejtekből van felépítve minden élőlény, a mi emberi testünk is sejtekből van felépítve, és ezek működnek. Ugye, ha nem működik, az már holttest. A túlélésért mit tudunk csinálni, vagy a sejteket szaporítom a cél érdekébe, vagy sorvasztom, vagy a működésükön módosítok, és itt látjuk, hogy milyen idegi központoknak milyen hatása van a sejtekre. Az agytörzs és a kisagy mindig sejt szaporítást indít a konfliktus aktív szakaszban, a hozzátartozó sejtekben, szövetekben. Nyilvánvaló megoldásban le fogjuk bontani a felesleges sejteket, mert senkinek nincs egyetlen felesleges sejtje sem. Agytörzs és kisagy együtt az ős agyat alkotják. Az agyvelő és agykéreg együtt a nagy agyat képezik. Itt fordított a történet, itt a konfliktus aktív fázisban először sejtet sorvasztunk, megoldás követő fázisban sejt visszaépítés lesz, és az agykéreg az, ami képes arra, hogy
nem a sejtek számával, hanem a sejtek működésére hatva biztosítsa a túlélésünket, még ha ez azt is jelenti például, hogy cukorbeteg vagyok. De csak azért maradtam cukorbeteg, mert nem oldottam fel az ellenszegülési konfliktusomat. Amikor azt megoldottam, meggyógyulok a cukorbetegségből is. A harmadik természettörvény felfedezéséhez azért Hammer doktornak vissza kellett lapoznia az alapokhoz, az embriológiához, magyarul egyetfejlődés, mert ebből derül ki, hogy a két fázis alatt mi is történik. Miről is szól az embriológia? Hát nem kell megtanulja senki se ahhoz, hogy meggyógyuljon, csupán néhány alapvető dolgot szeretnék tisztázni a megértéshez. De mondom, nem kell ezt megtanulni, csupán, hogy lássuk, hogy a lényeg mindig az alapokban található, és ha ezeket hajlandóak vagyunk megismerni, és tényleg elfogadni, akkor már senki, de senki nem fog tudni minket megijeszteni azzal, hogy te jó Isten, áttétem van. Mert ilyenek, kérem, nem léteznek. Ez biológiai képtelenség. Mindjárt megértjük, hogy miért. Szóval, baloldalt látjuk 20 cm metszetben, piros, narancs és sárga színekkel jelölve a három csiralemezt, majd tőle jobbra, keresztmetszetben látjuk ugyanezt, és a három különböző színű nyíl arra mutat, hogy a kialakuló embrióban, azaz magzatban, milyen szervek, milyen szövetek fognak a megfelelő csiralemezből kialakulni. A magyarul mondom, van belső, középső és külső csiralemez. A belső az, ami ott sárga színnel látható, ezt szakmailag endodermának nevezzük, és ebből alakul ki minden olyan sejtünk, ami eleve biztosítja a túlélésünket. És a túlélésünkhöz nem kell más, nem kell banki hitel, nem kell semmi más, csak levegő, remélem van, víz, remélem van, és táplálék. Remélem még maradt valami táplálék a hűtőben. Tehát ez a három dolgunk megvan, akkor már is megnyugodhatunk, hogy minden feltétel adott a túlélésünkhöz. Mondom, ha megnyugodnánk, ha lezárnánk a futóprogramjainkat békével. Mert ugye fény és hang az természetesen ugyanúgy van, mint levegő. Ez az öt dolog, ami a falat konfliktusok megfogalmazásába kerülnek, és ezt az agytörzs vezérli, ezeknek a megszerzését, és látjuk keresztmetszeti képben is az agytörzset természetes grafikus ábrázolásban. A sárga színű sejtekhez hozzátapad a narancssárga sejteknek egy része, tehát a középső csíralemez, vagy mezodermának a régi sejtjei, ezt ősi mezodermának is nevezzük. Ezek a sejtek a kisagy irányítása alá esnek, és ugyanúgy, mint az agytörzs által irányított sejtek, ezek is először szaporodnak, majd megoldásban bomlanak. A kisagy általi programok, azok az aggódásról szólnak, drága hölgyeim, illetve ennek a fordítottja a vitaveszekedés, mind a kettő meldaganatot okoz, illetve a támadás és bemocskoltság, vagyis amikor úgy érzem, hogy bemocskolták a hírnevemet, a dolgaimat, de lehet, kérem, egy konkrét fizikai szintű bemocskolás is, mondjuk beleestem a pöcegödörbe, és hát ettől nagyon, de nagyon, hát hogy mondjam, kellemetlenül éreztem magam, mert mindenki rajtam nevetett. Ilyen története is van Hammer doktornak a esetleírásai között. Természetes ez egy 10 éves fiatalemberről szólt, aki egy esküvő során a kertben hátul barangolva éppen belepöttyant a pöcegödörbe, vagy mikor slaggal lemosták, akkor mindenki rajta nevetett. Szóval ilyen bemocskoltság is van, de természetesen minden, amit így élek meg, vagy vélt, vagy valós támadásként, ez mind kisagyi programot fog elindítani. Nos, akkor az ősagyi programokat elmondtam, maradt a piros színű külső csiralemez, és alatta a narancssárgával jelzett új mezodermális sejteknek a programja. A piros színű sejtek, látjuk, hogy kívül vannak, és a piros színű baba is erre utal, mert ezek a legkülsőbb sejtjeink, ezt mindenki látja,
A bőrének a felszíne, ugye a bőrnek a felszínén van a felhám, alatta az írha, és alatta a bőr alja, kötőszövet, zsírszövet. Szóval a felhámról beszélünk, ami több rétegű elszarosodott laphám, és az elválasztási konfliktusoknak lesz a színhelye szervi szinten. Elválasztás az is, ha nagyon szeretném, meg ha nagyon nem szeretném, hogy valaki közeledjen hozzám. Ez ugyanazt a programot indítja el a felhámon, és ennek irányítója az agykéreg lesz. De az agykéreg nem csak az elválasztás, hanem a birtok konfliktusokat is igazgatja, és azt látjuk, jobb oldalt felül a sarokban azt a keresztmetszeti képet, amit a birtok zónákat mutatja be, a birtok konfliktusokról is nyilván külön webkonferencián lehet tájékozódni. Nem megyünk a részletekbe. Az agykéreg alatt, mint amikor meglátjuk, szétbontunk egy diót, látjuk a felszínét, ugye? De ha széttöröm a diónak a belét, akkor látom benne azt a fehéres részt, na ez az agyvelő vagy fehér állomány. Na és ez az idegi központ irányítja azokat a narancssárga színnel jelzett sejteket, amik a piros sejtekhez tapadva jelennek meg bal oldalt, illetve a koponya CT grafikus ábrázolásán fent bal oldalt. Nos, ezek az idegi központok túlnyomó részt a mozgással kapcsolatos szöveteinket irányítják, ahova nyilvánvaló a csontok, kettő, csontokat összekötő inak ízületek, három, csontokat elmozdító haráncsíkolt izomzat, négy, a haráncsíkolt izomzatot ellátó osztógyűjtő nyirokerek, öt, a kötőszövet, zsírszövet tartozik. Nos, mi ezekben mindig először sorvadás indul el minden fájdalom nélkül, és a megoldásba jön a fájdalom természetesen a sejtek visszaépítése miatt, pont azért fáj az ízületem, hogy maradjak nyugton, hogy engedjem meg a biológiámnak, hogy visszaépítse azt, amit én tudatlanul lebontottam. De ide tartozik még az agyvelő irányítása alá a petefészeknek és a herének a hormontermelő sejtrésze, vagy ide tartozik külön a szív izomszövet is, vagy ide tartozik a mellékvese kéregnek a mirigyállománya és a lép. Ezt most már elmondtam, de még ezt se kell tudjuk ahhoz, hogy meggyógyuljunk. Csak azért érdekes, mert láthatjuk, hogy nem tud egy kialakult sejt egy másik sejté átalakulni, vagyis nincsenek áttétek, és ezt szeretném, ha megjegyeznénk egyszer és mindenkorra. Itt látjuk Hammer doktor tudományos táblázatát, és csak röviden, tömören a sárga oszlop nyilván belső csiralemez, agytörzs vezérli, falat konfliktusok, ezt mind elmondtam, levegő, víz, táplálék, fény és hang, de ne feledjük, hogy a magányosság. Szegény, szüntelenül szenvedő szegény én, az elhagyatottság, a meg nem értettség, a kirekesztettség érzése, a kórház konfliktus, az egzisztenciális konfliktus. Ez mind oda vezet, hogy visszatartjuk a vizet a szervezetünkbe, és pont ez fog megölni minket. Az év utolsó előadásában is szóvá tettem, hogy a kórházba bevitt beteg ember abba halt bele, hogy nem vitték haza, pedig szólt, hogy ha nem visztek haza, meghalok, és leállt a veséje. A kisagy által vezérelt programjaink a narancssárga oszlop felső részében találhatók, ugye már tudjuk, hogy vélt vagy valós támadás, bemocskoltság, gondozási konfliktus található itt meg, innen kezdődik a kezűség kérdése, az, hogy ki a jobb és ki a balkezes, ezt a tapstesztel tudjuk eldönteni, de erről a kisagyról szóló programokban is szó van. A kezűség kérdése a teljes narancssárga és teljes piros oszlopra vonatkozik. Nem vonatkozik a sárga oszlopra. Tehát a falat konfliktusnál nem számít a kezűség, viszont a támadás, az önleértékelés, birtok elválasztási konfliktusoknál igen. Az agyvelő vagy fehér állomány szürke magvai által irányított programok, a narancssárga oszlop,
második részében találhatók, ugye erről szóltam külön, és a piros oszlophoz az agykéreg által vezérelt programokat fogjuk megtalálni, a birtok és elválasztási konfliktusokat, alól pedig a működés változását. És felteszem a költői kérdést. Miért élünk meg konfliktusokat? Hogyan tegyük feleslegessé? Hát aki már górcső alá vette a weblapot és a YouTube csatornát, az már ezt az előadást megtalálta, és szerintem meg is nézte. Annak a mai előadás sok helyen ismerős lesz, de lehet, hogy érdemes lenne újra gondolni még néhány alapvető dolgot ahhoz, hogy rájöjjünk arra, hogy mit kéne tennünk ahhoz, hogy ne legyenek krónikus betegségeink. Mert ugye itt van a három séma, ami szerint mi betegek maradunk. Miért maradunk betegek? Hát pontosan azért, mert nem zártuk le a konfliktust, és ez a függő konfliktus aktivitás ábrája a legfelső. Tehát egy életen át én nem bocsátok meg. Átvertek engem, mint azt a bizonyost a kerítésen, és még mindig nem bocsátottam meg, és természetesen fél oldalra lebénultam, úgymond agyvérzésem volt, és a kezem még mindig görcsben van. Na ez mutatja, hogy ez konfliktus aktív szakaszban levő, fel nem oldott konfliktus. A policiklikus lefolyásra mindig az a megjegyzésem, hogy ez legalább nem unalmas. Mert hol jól vagyok, hol beteg, nem? De bár. Megint jól vagyok, megint beteg. Hát ki érti ezt? Hát persze, hogy ki érti ezt? Nincs lezárva érzelmileg. És ezért a sinek aktívak, dolgoznak. Persze ritkán találkozok velük, mondjuk ősszel és tavasszal, és minden ősszel és tavasszal, hát fáj a belem, vagy éppenséggel a gyomrom, vagy emésztési panaszai vannak. De mi lenne, ha lezárnánk a bosszankodást és rágódást? Mert ennek 12 biológiai következménye van, erről is van, webkonferencia anyag, tessenek megnézni. Aztán a függő gyógyulás az a legdurvább, mert ezt teljesen átírja, átalakítja szöveti szinten az egyes szövetek szerkezetét. Már nem fog arra hasonlítani, ami volt. Persze ezt kinevezhetjük mi daganatnak, elfajulásnak, ugye artrózisnak, és bárminek, de végre le kéne zárni érzelmileg azt a programot, amit nem zártam le, viszont naponta, két naponta találkozok, mármint az általam kinevezett bűnössel, aki miatt én, szegény én, úgy tudok szenvedni, mert attól szenvedek, hogy... Jaj, kérem szépen, meg fogjuk érteni, hogy a szenvedésünknek mi a kiváltó oka és mi a megoldása a továbbiakban. Kérem szépen, a továbbiakban megismerjük a negyedik biológiai természettörvényt, ugye ez 87-ben fedezte fel Hammer doktor, és mielőtt ebbe belefognék, szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy Hammer doktornak már az első természettörvényét sem fogadták el, és folytatja a kutatást. Amielőtt a harmadik törvényt felfedezi, a felesége is meghal a karjai között, de ő folytatja a kutatást. A harmadik és negyedik természettörvényt szinte egy időben fedezi fel, mert nem csak az embriológiát, hanem a viselkedés tudományt is kutatja. Csak arra szeretnék rámutatni, hogy mennyire elhivatott ember volt, akármilyen akadályokat gördítettek az útjába, ő folytatta a munkáját. 87-ben tehát a negyedik természettörvényben olyat ír le, amit addig még senki. Mert Louis Pasteur korában, Antoine Béchamp sokkal ismertebb, elismertebb, tudós ember, mondta Pasteurnek, hogy az nem éppen úgy van, ahogy gondolod, ráadásul 6 évvel fiatalabb is volt tőle, szóval nem a baktériumok meg a gombák okozzák a betegséget, de hát Louis Pasteurnek megvolt az oka arra, hogy ő ezt állítsa, de a halálos ágyán beismerte, hogy nem a kór okozóknak nevezett bennünk élő gombák, baktériumok, akik ártanak nekünk, hanem a millió, vagyis a környezet. Szóval
a bennünk élő gombáknak átmeneti forma gombabaktérium, baktérium és vírus, ez mind, mondom, a bennünk élő, a mi barátunk. Ők segítenek nekünk abban, hogy a megoldást követő fázisban helyre tegyük a biológiai rendszert. Tehát nem vagyunk egyedül a gyógyulásban, vannak segítőink, ha csak ki nem írtjuk őket antibiotikumokkal, tehát magyarra fordítva életellenes szerekkel. Az antibiotikumoknak megvan az indikációja, megvan, hogy mikor kell adni, és mikor nem kell adni. Természetesen nem vagyok én teljesen gyógyszerellenes, mert akadémikus orvosi agyamat még nem dobtam ki az ablakon. Úgyhogy aki azt gondolja, hogy a germán gyógytudomány ismeretével mindent ki kell törölni, amit a medicinában tanítottak, az nagyot téved. Laikus emberek általában így állnak hozzá, hogy az mind hülyeség, és ez az egyetlen igazság. Nem kérem, sok minden jó van az akadémikus medicinában leírva, amit továbbra is alkalmazni kell, csak éppenséggel nem mindegy, hogy mikor és hogyan. Szóval a bennünk élő gombák, amikor elszaporodnak, vajon mi történik? Gombás fertőzésem van, vagy egy függő gyógyulásom? És ugyanez vonatkozik mondjuk a vírusokra is, ha valakinek egy humán papilloma vírus fertőzése van, ugye? Az nem fertőzés, kérem szépen, annyit jelent, hogy nincs lezárva a féltékenység, és ott maradtak ezek a drága vírusok, és segítenének nekünk a megoldást követő fázisban, a visszaépítésben. Tehát az, hogy olyan sokan vannak, az vajon mitől függ? Attól függ, hogy mennyit ültem a konfliktus aktív fázisban, mert ezek az én megélésem alapján, a konfliktus becsapódásakor elkezdenek szaporodni, hogy mire eljutok én a megoldáshoz, pont annyian legyenek, ahányan szükségesek a felesleges sejtek lebontásához, gomba és gombabaktérium, vagy a hiányzó sejtek visszaépítéséhez, baktériumok és vírusok. Engedj meg egy hozzáfűzést, drága Karesz, vagyis lehet, hogy váltottunk emberi léptékben mért naptárban 2020-ról 2021-re, de számomra ez a negyedik természettörvény azt sugallja, hogy nem az emberi léptékű kronológiai dátumot figyeli a biológiám, hanem az én megélésem, vagyis ha ugyanolyan maradtam, mint tavaly voltam, igen, és ugyan változtattam a táplálkozásomon, az életritmusomon, tehát még korábban fekszem, igen, többet pihenek, többet alszom, van egy új hobbim, de még ugyanannyira féltékeny vagyok, mint tavaly, vagy tavaly előtt, akkor igen, ez gyakorlatilag nem hozza meg azt a várva várt eredményt, amit mi így a nagy újrakezdéssel, a 21-es évem teljesen másmilyen lesz, igen, című hozzáállással remélünk. Tehát itt gyakorlatilag számomra ez azt jelenti, hogy teljesen mindegy a biológiámnak, hogy milyen naptári évet írunk. Igen. A biológiám számára az az egyetlen valóság, amit most megélek, és az, igen, amit eddig fenntartottam. És az, amit alapvetően változtatni fogok. Ez lesz a lényege annak, ami majd következik, amit elmondok a továbbiakban, és már is itt van egy nagyon megnyugtató, de tényleg megnyugtató dolog, csak elfelejtjük, mert annyira megszoktuk, hogy beteg vagyok, amikor éppen gyógyulok. Ezt valahogy nem lehetne átérni. Hiszen amikor úgymond beteg vagyok, nem jutna eszünkbe, hogy minden a túlélésért és a faj fenntartásáért történik a szervezetünkben. Ez már megnyugtatna, már nem tudnék pánikba esni. Már örülni tudnék annak, hogy élek. Ennyire egyszerű. Természetesen tudom, hogy hatalmas szenvedéssel jár, hosszú konfliktus aktív szakasz után rendbe rakni valamit. De mi lenne, ha új alapokra helyeznénk a gondolkodásunkat, és megismerve, hogy hogyan működik a biológiánk, megismerve ezt az öt természet törvényt, hoznánk egy döntést, hogy mai naptól, nem holnaptól, nem, már ma estétől bevezetek egy változást. De össze szeretném foglalni a dolgokat, hogy megértsük, ugye azt mondtam, hogy ez tudomány. Senki nem tudta még megcáfolni tudományosan Hammer doktor téziseit, sőt,
98-ban elismerik egyetemi szinten, igaz, nem a németországi Tübingeni Egyetemen, ahová Hamer doktor beadta a, mondjam így, a dolgozatát, de nem is foglalkoztak vele, hiába a bíróság kötelezte az egyetemet, hogy végre döntse már el, hogy igaza van, vagy nincs igaza Hamer doktornak, elhárította a Tübingeni Egyetem, hogy ő ezzel nem óhajt foglalkozni. De hála Istennek, Türnávai Egyetemen foglalkoztak vele. Ez így, ne arra, hogy bocsáss meg, hogy így beléd folytom a szót, de számomra ez a teljesen felfoghatatlan, hogy létrejön egy bírósági végzés, igen, hogy ezt végre kell hajtani. Ez pont olyan, mint hogyha azt mondaná egy fegyházra ítélt, hogy köszönöm, én ezt nem óhajtom, ezt nem hajtani, és bocsi. Bocsi, én hazamegyek. Körülbelül, hát igen. Ha ezt az algoritmust lefordítjuk, akkor igen. Hogy lehet az, hogy születik egy bírósági végzés, és mégsem? Azért, mert nem tudják azt mondani, hogy nincs igaza. Márpedig, ha elismerik, hogy Hamer doktornak igaza van, akkor kérem, át kell írni a medicinát. Ez a probléma. Akkor kiderül, hogy mennyi felesleges vegyszert alkalmaztunk tünetek elnyomására, és hogy nem a lényeggel foglalkoztunk. Márpedig, ha a lényeggel foglalkozunk, akkor a jelenlegi egészségügyi kiadások 5%-ából biztosítani lehetne az emberek gyógyítását, és nem betegen tartását. Apropó emberek, hoppá. Azért én azt gondolom, hogy ha ez konkrétan elismerve lenne, akkor rengeteg ember lázadna fel azt illetően, hogy akkor miért nem ezt alkalmazták az ő családtagját. Persze, hát hogyne. Hát ez azért társadalmi megmozdulásokkal is járhatna. Hát természetes, ezt nem lehet egyik napról a másikra bevezetni. Hát nyilvánvaló, most egyszer ki kell vezetni a kemoterápiát, kell helyette valami mást berakni. Hát hoppá! Ne menjünk ilyen messze, igen, ez, maradjunk ez, a saját ott a költői kérdés, igen. Ott a költői kérdés, vajon miért? Kinek érdeke az, hogy ön meggyógyuljon? Tessék a választ megadni, és akkor ki fog derülni, hogy miért nem ezt tanítják az egyetemeken, mert ugye egy szkeptikus embernek rögtön ez az első kérdése, hogy miért nem ezt tanítják az egyetemeken. Mi a germán gyógytudomány alapvetően megértendő része, amit laikusként, ha most találkozom ezzel először, Karesz, akkor mit fontos ebből megjegyezni? Tudom, hát, azt fogod mondja az egészet. Nem. Ott van a biológiai természet törvények felfedezése a józan ésszel. Kérem szépen, ezt az előadást tessenek bemutatni bárkinek, elsőnek. Jelzem, amikor én ezt visszanéztem, még nekem is nagyon tetszett, engem is megmosolyogtatott. Ez egy nagyon jól összefoglalt előadás az öt természet törvényről, és mi a legfontosabb? Nézzünk ki az ablakon. Ha valaki azt tudja mondani, hogy minden, ami él, az nem a túlélésért küzd, akkor ott abba kell hagyni a beszélgetést, oké, rendben, igazad vagy. Csináld úgy, ahogy te jónak látod. Nem szabad senkivel sem vitatkozni. Én tudom, hogy szeretnék megmenteni a szeretteinket, a családtagjainkat, de még házasságon belül is konfliktust kelt, ha az asszony tudja, hogy mi lenne a megoldás, és a férje azt mondja, hogy nem. Vagy az asszony beteg, és mit szól hozzá a család, hát ilyen konzultációra vár most egy hölgy, hogy de mit szól hozzá a család, hogyha ő mégsem azt vállalja, amit a hivatalos medicina számára előírt. Hát azt mondtam, hogy a férjével együtt jöjjenek el. Aztán majd meglátjuk. Tehát, ha minden, ami él, az élni akar, akkor logikus, hogy bennem is a túlélő programok a túlélésemért, és nem a halálomért vannak. Hát természetesen csak az nem mindegy, hogy meddig ülök a konfliktusban. Tehát mindig érzelmi megrázkódtatások azok, amiket meg kell oldani, mondom, leszámítva a fizikai tényezőket, azokat úgy kell megoldani, természetesen. És halmozhatom az élvezeteket, mármint a konfliktusokat, és akkor megváltozik a viselkedésem, ugye erről külön könyvet lehet beszerezni. De ha mindenféle gyógyítókódokat, energiákat, rezgéseket, diétákat, és nem tudom még miket be nem vetek, anélkül, hogy én lezárnám a konfliktusaimat, akkor ne várjunk, de tényleg ne várjunk semmilyen eredményt.
Rengeteg levelet tudnék most itt hirtelen felolvasni, ami ezzel kezdődik, hogy mi mindent végigcsinált, mennyi pénzt költött rá, és még mindig beteg. Tehát itt jön a lényeg, hogy az okokat oldjuk meg, és nem a következményeket kezeljük egy életen át. Ez marha jó üzlet, természetesen eladok valamit, és stb. Tehát tudományról beszélek, ami reprodukálható. Ez a legfontosabb ismérve a tudományosságnak. Ami nem reprodukálható, az nem tudomány. Tessék megnézni a tudomány meghatározását, és akkor rájövünk, hogy itt tényleg erről van szó. Tehát akinek halálfélelmi konfliktusa van, az tudti fix, hogy a tüdején indít el egy túlélő programot, és nem a dohányzás okozta, teszem hozzá. Nézzük meg a tüdőről szóló előadást. Aki egy veszteség konfliktust élt meg, az a petefészek vagy a here programot fogja elindítani. Aki nem bírja elviselni azt, hogy az a csipőízületét fogja lebontani, visszaépíteni, és fáj a csipőízülete. Nem kezdek bele. Ez mindig így van, kivétel nélkül, hajszál pontosan. Összehasonlítható, megnézhetjük, kérem szépen, hogy az eszkimóknál és az egyenlítőn lakó embereknél ez hogy van. Pont ugyanúgy van. Pont ugyanúgy van. És előre jelezhető a gyógyulás, ha nem akasztjuk el a gyógyulást. Csak kérdés, hogy hogy oldom meg? Érzelmileg, vagy kerülöm a sineket? Mert vannak terapeuták, akik ezzel foglalkoznak több konzultáción keresztül, hogy hogyan lehet kibekkelni valamit. Hát volt egy előadáson olyan kérdés is, hogy Karesz, nem lehetne úgy makacsnak lenni, hogy a térdem ne fájjon? És mikor ezt így visszamondtam neki, hát akkor mindenki nevetésbe tört ki. Nem lehet. Döntsem el, hogy megéri nekem a makacságom azt, hogy szétverjem a térdem, akkor legyek makacs. Szabad a játék, nem probléma. Meg van engedve. Szóval, ha valaki ezt az öt törvényt meg tudná cáfolni, hát az 3 Nobel-díjat kapna egyszerre. Szóval a germán gyógytudomány alap az újrakezdéshez, ha felismerjük azt, és tényleg elismerjük, hogy tényleg a én csípőizületem fájdalma az akkor kezdődött, amikor az anyósommal végre kibékültem, akit addig nem bírtam elviselni. Ha jobbkezes vagyok, a jobb csípőm, ha balkezes vagyok, a bal csípőm kezd el fájni. Ez ennyire egyszerű. Ez ennyire egyszerű. Tehát egy konfliktus elindította, megoldottam, és most jött a fájdalom, hála Istennek, erősebb lesz az ízületem, mint volt. Mindig lesznek az életünkben váratlan, megrázó események. Ez ellen nincs biztosítás. Ha valaki tud biztosítót, aki erre köt biztosítást, szóljon. Jelzem, semmilyen biztosításom nincs a kötelező gépjármű biztosításon kívül, mert az kötelező. Volt időszak, mikor rengeteg volt, de hát kinőttem abból a korszakomból. Mert mindig félelemmel járnak ezek a konfliktusok. Amit mindig elszigetelten élek meg. És még attól is félek, hogy elmondjam, hogy megosztjam valakivel, mert lehet, hogy ezt senki nem érti meg. Mert amit én megéltem, hát az borzasztó, vagy mit tudom én. De mi lenne, ha lezárnánk a napjainkat békével? Ez a legfontosabb megoldási kulcs, amit át tudok adni mindenkinek nagy szeretettel. Legyen ez az új alap első téglája, innentől kezdve végig, nem csak 2021-re, hanem végig. Tegyük szokásunkká, hogy este lezárom békével a napjaimat, rendben? Én ezt szeretném mindenkinél elérni. Mert ha lezárom békével a napjaimat, tehát megbocsátok annak, aki nekem beszól. Így van. Megteremtem magamban a békét, tehát kibékülök magammal, hogy lehettem ilyen marha. Igen, ezt most szoktam mondani előadáson, hogy mindenkinek a lelkiismereti hangja vagyok, és ezért fogalmazok ennyire hát pejoratíven néha, nem ez a stílusom, csak éppenséggel. Senki se szokta magát a tükör előtt hatalmasan feldicsérni, hát kivéve, ha nem megalomán. Szóval
Amikor el tudjuk magunkat mindenféle negatív jelzővel látni, az nem béke. Ki kéne békülnem önmagammal, és ki kéne békülnem a világgal. Már régóta van erre példa, és hoztam egy példát. Malacka észrevette, hogy bár nagyon pici szíve van, meglehetősen nagy hála tudja eltölteni. Hoppá! Hatalmas bölcsesség van benne. Hatalmas bölcsesség van benne, mert mi lenne, ha tényleg megkeresném abban a váratlan eseményben azt a pici jót, ami mindig benne van, és ezért hálát is tudnék adni, mint Malacka. Ennyi lenne az egész. Most azért tettem ide az Aranyások című könyvnek a borítóját, mert megint egy kicsit pejoratívan fogalmazva minden este átmegyünk Aranyásóba, és megkeresem a kakiban az aranyat. Igen, kicsit büdös munka, de nagyon jó, mert amikor megtaláltam azt a kicsi jót, akkor már tudok miért hálát adni, le tudom zárni békével a napjaimat, és innentől meg sem fogok betegedni. Hoppá! Amikor lezártam békével a napjaimat, akkor mi történik? Eltűnnek a sínek, eltűnnek a pályaudvarok a fejünkből, és feleslegessé tesszük a továbbiakat. A lényeg az lenne, hogy hallgassuk a Mindstudenten méghent, mert teszem azt, azt mondja valaki, hogy de én nem találom a konfliktusomat. Semmi probléma, van ilyen. Kérem szépen, hallgatom a Mindstudenten méghent éjjel-nappal, de otthon és éjszaka mindenképpen, és megfogalmazom azt a vágyamat, hogy szeretném megtalálni, hogy mi volt az, ami az én életemben elindította ezt a programot. Mert olyat olvasok, hogy 3 éves korától az illető pajzsmirigy beteg, te jó Isten, 3 éves korától, ez mai levél. Mit lehetne tenni? Hát nyilvánvaló nem biztos, hogy emlékezik arra, hogy 3 éves korában mi volt az, ami elindította benne ezt az egészet. Hát valószínű, hogy mit tudom én, katonatiszt volt az apja, és tanítónő az anyja. És hát rend a lelke mindennek, és ezt már a 3 éves gyerekkel ugye dresszírozták. És az volt a megélése, hogy nem vagyok elég ügyes, nem vagyok elég gyors ahhoz, hogy szerethető legyek. Mert a következő programja pont az anémia, pont a súlyos önleértékelés. Tehát itt megint arról van szó, a gyerek semmi másra nem vágyik, csak arra, hogy elfogadják őt olyannak, amilyen. Hoppá! Hogy elfogadják olyannak, amilyen. Tehát először is, ha már kinőttünk a gyerekkorból, mi lenne, ha nem az lenne a problémánk, hogy mert az apám elhagyta az anyámat, amikor én még pocaklakó voltam. Ezzel a konfliktussal jön be 40 év fölött egy férfi konzultációra. Te jó Isten, te még mindig pocaklakó vagy? Hát már rég megszülettél, 40 éve ez a problémád. Nem lenne jó ezen túllépni már? Nem annak kéne örülni, ami van. Ez csak egy költői kérdés volt. Természetesen mindenki a választ adja meg maga rá. Szóval az én életemben is voltak olyan dolgok, amik nagyon szerettem volna, és nem jött össze. Hú, meg ha. És kiderült, hogy amikor összejött az, amit én nagyon szerettem volna, hogy akkor történt meg, amikor a legfontosabb volt, amikor időszerű volt, mert ha az 3 évvel hamarabb történik meg, te jó Isten, hol tartanék én most? Bele sem merek gondolni. Tehát, ha már tudok abban bízni, hogy rendben van, van egy jó ötletem, mindenki keresztbe tesz, de én kitartok mellette, és nem konfliktusként élem meg, hogy megint nem jött össze valami. Dolgozok még rajta. Akkor vajon? Meg fogok én betegedni? Nem valószínű. És ugye mindig az idővel küzdünk, természetesen mondtam, hogy nem időszerű, hát mi a bajunk nekünk az idővel? Ki a fene találta ezt ki? Hát megint a nagy okos agyunk. Az idő az kérem szépen nem létezik, csak a pillanat. Egyezünk meg, csak a pillanat létezik. És a intelligens agyunk az, ami az idő függvényébe osztja szét a félelmeket.
Ez nagyon jó dolog, ugye, mert félhetek a múlttól, félhetek a jövőtől, meg most is félhetek. Nagyon jó, mert jobb félni, mint megijedni. Hát ezt mondták nekünk. Ki az, aki ezt még mindig elhiszi? A félelem az egyetlen halálos betegség, ezt tessenek megjegyezni. Csak az fog minket megbetegíteni, és ha a múltat nem tudtam még mindig lezárni, akkor ne csodálkozzak azon, hogy glaukómán van, vagy üldözési mániája van valakinek. Ha a jövőtől fél, valaki meg tudja mondani, hogy holnap után mi lesz, de konkrétan? Na ugye, de tudok tenni érte? Igen. Szóval a jövőtől való félelem. Itt van non-Hodgkin limfóma, pajzsmirigy beteg, ugye ez a hideggőbb a golyva. De ha mind a két relé érintett, akkor kiváltja azt a bizonyos pánikot, ami teljesen ledermeszt, mert ehhez a félelemhez jön aztán a rémület félelem, amitől lebénulok, elakad a hangom, stb. Stb. Tehát indítunk mi egy pánik alatt legalább 8-10 programot, hát ezért éljük meg pániknak idézőjelbe azt az állapotot, amikor mondjam úgy, hogy az agyam azt mondta, hogy köszike, ezt nem tudom megoldani, itt már annyi minden van, hogy én most inkább elmegyek pihenni, te meg old meg. Ugye? Ez itten az intelligens agynak a, mondjam, az a eredménye, a pánik. A félelem félelmének a félelme. Ugyancsak az idővel harcolok akkor is, amikor túlhajszolom magam. Persze ebben benne van az önleértékelés is, nyilvánvaló, és megnézhetjük a webkonferenciát, ami a fáradtságról szól, a fáradtság csapdái, és ami mögötte van, hogy megértsük, hogy itt miről beszélünk. De. És most jön megint a de. Amikor az időbe én a várakozást teszem bele, tehát várok valami jót, nem rosszat, remélek valami jót. És erről szólt az advent, erről szól a várandóság, de aki az terhességnek éli meg, az akkor milyen érzelmi állapotban van? Na ez a nagy kérdés, hölgyeim, hogy várandós voltam, vagy terhes? És a félelmek, amiket megéltem a terhesség alatt, az természetesen oda-vissza játszott. Szóval jó lenne várandóságnak megélni ezt a csodát, amit csak a nők tudnak megélni, nyilvánvaló mi férfiak is tudunk várandósan megélni, várakozással, reménnyel megélni egy eseményt, és akkor természetesen ez pozitív érzéssel fog minket eltölteni. De ha túl boldogok vagyunk, menjünk be a rendelőbe, és rögtön fognak mondani legalább 5 olyan dolgot, amitől minden pozitív érzésünk tovaszáll. Ugye mondtam, hogy az idő nem létezik, csak a pillanat. Az állatok mindig a pillanatban élnek, arra reagálnak, nem érdekli őket most, hogy milyen volt a nyár, és milyen lesz a tavasz, ők azzal foglalkoznak, hogy most tél van, és hogy lehet túlélni most a telet. És megint csak Mici Mackóra utalnék, ugye, mikor Mici Mackó megkérdezte, hogy na, milyen nap van ma? Ma van, felelte Malacka, a kedvenc napom. Mi lenne, ha minden napunk a kedvenc napunk lenne? Ennyire egyszerű. Az idő múlásának az észlelése az a gondolkodás következménye, ki is találtuk az órát, hogy tudjuk beosztani az időt. Jó Isten! Szóval a gondolataink azok nem ellenünk vannak, értünk vannak természetesen, hogy tudjuk a túlélésünket kiszámítani valahogyan, hogy lehet valamit kevesebb bajjal megúszni. Erre nagyon-nagyon jó az intelligens agy. De a kérdés az, hogy mennyi időt töltünk el azzal, ami nincs, de lehetne. Mennyit tudunk ezen a hülyeségen agyalni? És hány konfliktust tudunk ebből elindítani? De ha tudnánk úgy örülni, mint Malacka annak, ami van, itt és most, akkor megint kilépnék a félelem fogságából. És akkor látjuk a valóságot.
Nem véletlen kivastagított csupa nagybetű. Mert kérdés, hogy csak nézek, vagy látok is. Ameddig félelem van a lelkemben, addig csak nézek, de nem látom a valóságot. A félelem megakadályoz abban, hogy a valóságot láthassam. Ahhoz, hogy a valóságot lássam a tisztánlátáshoz, pontosan a félelemtől kell megszabadulni. Nos, a folyók ezt jól tudják, minek sietni, egyszer úgyis odaérünk, ismét idézet, és megszűnik az idővel való harcunk. Mi lenne, ha néha kimennénk egy folyópartra, és csak néznénk, amint a víz szépen, lassan hömpölyög tovább. És megnyugodnánk. Volt nekem nagyon stresszes időszakom a 80-as évek végén. Történelmileg, aki akkor élt, tudja, hogy milyen időszakot éltünk. És az egyedüli hely, ami megnyugtatott, amikor kimentem egy tópartra, és leültem, és bámultam a vizet. De aki a természetet járja, mert van olyan szerencsés, hogy éppen erdész, vagy a munkája a természethez köti, hát az annyi csodát meg tud figyelni a természetben, hogy az hihetetlen. És rá fog jönni, hogy a természetben minden, de minden úgy tökéletes, ahogy van. Hogy nincsen jó, és nincsen rossz, minden tökéletes a természetben. Mi lenne, ha ezt mi is felfedeznénk? Ezt nem azért kell elhinni, mert én mondtam. Nem, kérem, menjünk ki a természetbe, és akkor helyére fogjuk építeni azt a bizalmat, ami most nincsen meg. És nem véletlen tettem én ide be Jani bátyánkat. Mert ugye most jön az, hogy bízunk a gyógyszerben. Bízunk. Miért? A gyógyszer hiánya betegített meg valakit itt a csapatban? Van ilyen, aki azért betegedett meg, mert egy bizonyos gyógyszert nem szedett születése óta mostanáig? Vagy egy fel nem oldott konfliktus indította el a biológiai programját? Tehát az egészségünkért való aggódás, ami eljut a hipokondriáig, az kérem szépen egy teljesen felesleges történet, csak meg kéne ismerni a germán gyógytudomány alapjait, és már megnyugodhatnánk. Már az ötödik törvénytől megnyugodhatnánk. Annyira tetszik nekem. Mink olyan szegények voltunk, hogy nem volt pénzünk gyógyszerre. És mit csináltak? Meggyógyultunk. Hát ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű. Természetesen nem azt jelenti, hogy most elbagatelizáljuk a tüneteket. Félre ne értsen senki sem. Nem erről szól ez a kép. Arról szólna, hogy ne aggódjunk feleslegesen se az egészségünkért, se a szeretteinkért, mert az ő életükért ők a felelősek. Nem én vagyok felelős a gyerekem sorsa véget. Nincs papabank, nincs mama hotel, elengedtem őket szeretettel, és bízom bennük, hogy megállják a helyüket. Bízom bennük, hogy sikerült átadjak nekik annyi tudást, hogy megálljanak a lábukon. És ha nincs elég pénzük, két dolgot tehetnek, vagy többet dolgoznak, vagy kevesebbet költenek. Mert én is ezt tettem, ezt a példát mutattam a kölyköknek. Szóval, miért is aggódok én a szeretteim életéért? Ja, nem azért, mert függök tőlük érzelmileg? És mi lesz velem, ha ő nem lesz mellettem? Nincs valami ilyesmi ott a háttérben, kérem szépen. Ugye néhány előadásban már mondtam, hogy a gyógyulás első feltétele, hogy légy őszinte önmagadhoz. Az unokához való ragaszkodás is túlélő program, fajfenntartáshoz tartozik. Legyünk szívesek megengedni, hogy a lányaink, vagy a fiaink, a gyerekeikkel azt csináljanak, amit ők jónak látnak.
És nem kéne a nagymamáknak, meg a nagypapáknak belebetegedni, hogy nem úgy nevelik a gyereket, ahogy mi azt elképzeltük. Hagyok mindenkit tanulni, tapasztalni. Szóval az aggódás, mint negatív érzés, egyfajta ima olyasmiért, amit valójában mi nem is akarunk. Csak hogy ne feledjük el, hogy teremtő lények vagyunk, és a félelmeinkkel megteremtjük azt, amitől félünk. A vágyainkkal meg megteremtjük azt, amire vágyakozunk. Hoztam egy gyönyörű képet, remélem mindenkinek tetszik. Mert hogyan tudnám én lezárni a világgal és mindenki mással a harcot, a támadást, a bemocskoltságot, vajon hogy tudnám lezárni? Azért üres ez a keret, mert ebbe tegye bele mindenki azt a képet, ami számára megjelent ebben a pillanatban. Azzal kapcsolatban, hogy kivel harcol, önmagával, a rokonaival, a társával, a gyerekeivel, Orbán Viktorral, az Európai Unióval, vagy nem tudom még kivel, szóval teljesen mindegy. Mi értelme van ennek a harcnak? Ne feledjük, hogy a vélt vagy valós támadás is engem betegít meg. Ha el tudom fogadni mindazt, amit rólam gondol a környezetem, vajon lesz nekem pattanás az arcomon? Hát bizony nem lesz. Lesz nekem mellhártya programom? Hát bizony nem lesz. Lesz nekem hashártya programom? Hát bizony nem lesz. Lesz nekem a bőrömön mindenféle ragya? Már bocsánat, hogy ennyire laikusan fogalmazok, hogy ragya, de azok a mély eltérések, amelyek az írhából indulnak, és nem csak a felhámot érintik, ezek mindig bemocskoltságról, támadásról szóló történetek, és nevezzük ezt herpesznek, nevezzük melanómának, nevezzük ezt szeborreás dermatitisnek, tök mindegy, minek nevezem, mögötte ez áll. Szóval én biztos vagyok benne, hogy a kollégáknak a túlnyomó többsége, tehát több mint 90%-a azt állítja rólam, hogy én nem vagyok normális. Köszönöm szépen, én ettől még mindig nagyon jól érzem magam, én nem szedek gyógyszert, ők megszedik. Én nem félek a Covid-tól, ők megfélnek. Ennyire egyszerű. Szóval, ha el tudnám fogadni, hogy mindenki azt gondolhat rólam, amit akar, ez már egy nagy megkönnyebbülés lenne, mert tudom, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Ugye, emlékezünk az első természet törvény utáni második fóliára. Erről szólt. Csak hogy nézzük, hogy a már elmondott gondolatokat, ha más összeállításba is teszem bele, hogy akkor milyen új dolgokat fogunk ebből megoldani. Én csak javaslatot teszek arra, hogy jó lenne ezeket a dolgokat így évelején átgondolni, ezeket a mondatokat kijegyzetelni, mit tudom én kipakolni, és természetesen átvinni a gyakorlatba. És jön egy hatalmas nagy kérdés, mire jó még minden nap? Minden nap egy új lehetőség ahhoz, hogy felismerjek egy új lehetőséget, hogy felismerjem, hogy csak az öl meg engem, amit nem tudok elengedni. Vagyis figyelek a visszatérő gondolati sémákra, amik az anyaghoz és a visszahúzó kapcsolatokhoz kötnek. Ez nagyon, de nagyon tömény megfogalmazás. Ebbe rengeteg anyag és érzés van. Csak az öl meg engem, amit nem tudok elengedni. Legyen az birtok, vagy legyen az egy kapcsolat. És minden nap egy új lehetőség ahhoz, hogy kilépjek az önleértékelésből. Vagyis arra figyelek, hogy milyen értékeim vannak. A legnagyobb értékem csak az, hogy mennyire tudok szeretni. A szeretet azt jelenti, hogy feltételek és előítéletek nélküli elfogadás. Ha célul tudnám kitűzni azt, hogy ma jobban kéne szeressek, mint tegnap, és e szerint is élnék, akkor meg se tudnék betegedni. Ha el tudnám fogadni, hogy azok a dolgok tesznek egyedivé, amiben különbözök másoktól,
akkor vajon megélnék-e még önleértékelést? Biztos vagyok benne, hogy nem. Minden nap egy új lehetőség ahhoz is, hogy lezárjam a bosszankodásaimat, és ezt a fóliát azért hoztam be, mert a Schlager előadás a bosszankodás és rágódás 12 biológiai következménye. Rengeteg, több mint 40 ezeren nézték meg. Miért bosszankodom? Ja, mert valami nem úgy történt. Igen. És ha kimondom azt, hogy ez van, biztos vagyok benne, hogy 10-szer senki nem fogja kimondani, mert már a 4., 5. ez vannál észhez tér, megjelenik a pillanatban, és már látja, hogy tényleg ez van. Most, ha a fejem tetejére állok, és ez van, már megtörtént. Ja, közbevetett kérdés, tudna valaki valamit változtatni a tegnapi napon? Legyen szíves, jelentkezzen, mert van néhány ötletem. Tudunk változtatni valamin, ami már megtörtént? Nem. Csak azon tudok változtatni, hogy hogyan tekintek én erre. Mert ameddig bent vagyok az áldozat megmentő vagy bűnbak szerepekbe, addig kérem szépen, mind bosszankodhatok. Tegyem fel a kérdést, hogy milyen elvárások elmaradása okozta bennem ezt a fantasztikus feszültséget. Mert ugye elvárásokkal vagyunk ellátva, mert ezek is a túlélésemet biztosítanák, ha mindenki úgy viselkedne, ahogy nekem jó. Idézek egy levélből, nem szó szerint, már a 3. vagy 4. levélváltás volt, és még mindig azt magyarázza a kedves levélíró, hogy ő majd akkor fog megnyugodni, ha nem lesz karantén, ha így, ha úgy, ha amúgy. Hát most erre mit mondjak? Buddha is mondta, hogy a feltételekhez kötött létszenvedéssel jár. Éppen ezért olyan nehéz kimondani azt a mondatot, vagy azt a két szót, hogy ez van. Ez van. A lényeg az ez van mondat mögött az, hogy ne tegyek hozzá mást. Ne legyen e mögött a ez van, de én nem ezt szeretném. Ja, igen. Ez van, de ez nem az én hibám. Ja. Ez van, de én nem tehetek róla. Hát ez nekem eszembe se jutott, hogy ezt így is lehet. Ez van, de nekem nincs más választásom. Ja, igen. Ez van azt jelenti, hogy tényként elismerem ennek a dolognak a létezését, és nem teszek hozzá semmi mást. Aha. A nagyon érdekes kísérletet, vagy játékot indítottunk el tavaly októberben. Igen. A mondat annyit szólt, hogy esik. És az volt a kérésem a jelenlevők felé, hogy mondják ki, mi jelenik meg erre a kifejezésre, hogy esik. És hát rengetegféle hozzászólást kaptam. Ugye az egyik kedves baráti házaspár, aki a vízügynél dolgozik, rögtön a munkát látta, mások a kertnek, hogy ez milyen hasznos, aha, megint mások, hogy sár van, hogy mindenki autóba száll, hogy nagy dugó van, hogy vizes lesz a ruhája. Ez egy nagyon komoly történet. Azért is komoly, mert egy dolog megtörténik, igen, és mindannyian másképp reagálunk rá. Ez így van. És itt a reakció a legfontosabb. Ugye az érzelmi megrázkutatásra adott érzelmi reakció, ami közbelép, ez indítja el a DHS-nek a következtében az értelmes biológiai különprogramot. És nagyon sokszor értelmet próbálunk keresni egy eseményben. Legyen az bármennyire banális, vagy bármilyen komoly történés, legyen az egy szimpla anyagi kár, vagy egy szeretünk elvesztése, teljesen mindegy, mindenképpen ezt megrázkóztatásként élhetjük meg, de az elménk próbál magyarázatot találni arra, amit nem ismer, próbálja feldolgozni, és próbálja, ha akkor mi lehetett volna, mit kellett volna tenni, mit csinálnék másképp, mi az, ami ilyen esetekben megjelenik. Az ez van mondat pont ezeknek tesz pontot a végére. Amikor elfogadom egy dolog létezését, amikor nem azon töprengek, mint ahogy a képen is látszik Mici Mackó, hogy mit lehetett volna másképp, hanem elfogadom ennek a ténynek a létezését. Ez az a dolog, ez az a pillanat, amikor elengedem a hozzákötődő elvárásaimat. Ugye te is említed, hogy milyen elvárások, elmaradás okozza benned a feszültséget. Amikor kimondom, hogy ez van, akkor el tudok vonatkoztatni ezektől az elvárásoktól.
amikor kimondom, hogy ez van, ez megtörtént, ezzel tényként kell szembenézni, akkor már kevésbé élem meg ennek az eseménynek a terhét. És igen, lehet, hogy áldozatként, mártírként, szenvedő énként élem meg ezt a helyzetet, de azon a helyzeten való változtatás a semmiképpen a további önmarcangolás, vagy a további önmagam hibáztatása, vagy önmagamra tekintve áldozatként való feltüntetésem iránya nem fog ezen a helyzeten változtatni. Amikor kimondom, hogy ez van, akkor megbékélek ezzel az eseménnyel. Akkor már nem akarom megmenteni a másikat, mert ez van, nem tudok mit kezdeni a helyzettel, ezt el kell fogadnom. És itt van a mutogatásra is a lehetőség lezárva, mert ha ez van, és ezzel a dologgal együtt kell tudnom élni, akkor nem mutogathatok, hogy de mi lett volna, ha te nem akkor lépsz igen, be, igen. Hanem máskor. Tehát igen, igen. Mindig a felelősségnek a hárítása, a bűnbak szerep. Van, aki túlzottan magára veszi ezt a felelősséget, hogy minden az én hibám. Van, aki mindig másokban keresi a felelősséget, hogy másokra hárítja. Ezek megküzdési módoktól függően, hogy ki lesz áldozat, ki lesz megmentő, ki lesz bűnbak, de ezek nincsenek vegytisztán elhatárolva. Tehát nagyon gyakran ugyanaz az ember, ugyanazokat a körülményeket megéri egyszer, így egyszer, úgy egyszer, amúgy. Például, ha a lelkemet kiteszem neked, kedves hallgató, én számodra akkor sem vagyok elég jó, ugye ebben már benne van mind a három szerep, ugye szegény én nem vagyok elég jó, a bűnbak az, hogy neked nem vagyok elég jó, és a lelkemet kiteszem, itt már a megmentési szándék is megnyilvánul. Szóval fontos kimondani, hogy ez van, de ennek a mondatnak belülről kell helyet találnia, mert mondogathatom én, hogy ez van, ugyanúgy, mint a szorzótáblát, ha nincs benne az érzelmi, az érzelmi megnyugvás. Ez van, bármit teszek, bármit is lépek, ezzel a dologgal egyszerűen meg kell békélnem. Az ez van, a félelmek tárházát hozza fel. Ez van, de hogyan fogok, meg fogok-e tudni birkózni, meg tudom-e ezt oldani? Fog-e nekem bárki segíteni, és megint jönnek az elvárások, megint azok a belső, ki nem mondott elvárásaink jelennek meg, amelyekkel mi nagyon-nagyon szívesen foglalkozunk, főleg akkor, amikor valami nem teljesül, és hosszasan tudunk panaszkodni, hogy mik azok az elvárások, mert nem figyel rám, nem tölt velem egy elég időt, stb. De mi az emögött húzódó félelmem? És az a tapasztalatom, hogy mindig a szeretetlenség, vagy a szeretet elvesztésének félelme működteti ezeket az elvárásokat, hiszen ha nem foglalkoznak velem, biztosan nem is szeretnek. De nagyon nehéz úgy egy konfliktus helyzetre gondolni, Karesz, hogyha még tagadom ennek a jelenlétét is. Hát itt jön az, hogy légy őszinte önmagadhoz. Igen, nagyon gyakran hallok olyan mondatokat, hogy én amúgy boldog, meg békés, meg nem tudom, milyen ember vagyok, csak van egy csomó betegségem. Lehet, hogy próbálom a helyzetet megmagyarázni, és bűnbakot gyártani magából a tünetből, mert nagyon gyakran a tünetet nevezünk ki fő ellenségnek, és a legszomorúbb ebben az, hogyha egy gyógyulási tünetet nevezünk ki valamilyen konkrét konfliktusnak, mert ugye fáj a hátam. Igen. És boldog lennék, ha nem fájna. Így van. Történetnél rögtön azonnal az a hozzáállásom, hogy nem tudom elfogadni, hogy ez van, épp gyógyulok. Jó lenne megnézni, miért akad el a gyógyulásunk című előadást, és akkor tudnánk azt, hogy mit ne tegyünk azért, hogy meg ne gyógyuljunk. Nagyon gyakori az is, hogy pont ez nem hagy bennünket megnyugodni, és mondjuk a hátfájásnál maradunk, mert ugye ezt röppentettem be példaként, akkor milyen fontos lenne megnyugodni, hogy épp gyógyul a hátam, nem most van baj, akkor volt baj, amikor leírtam magam, csak akkor sunyi módon az önleértékelésem nem mutatott tüneteket. Azért mondom sunyi módon, mert gyakorlatilag minden egyes konfliktus mögött van egy lehetőség az önleértékelésre, és ez
nagyon érdekes és nagyon jellemző, hogy van egy önleértékelésre hajlamos attitűdünk, hozzáállásunk, mert mindig a másik tudja jobban, mindig másokat követünk, mindig más ember véleményét tartjuk mérvadónak, vagy ha nincsenek is ilyen tekintély személyek, akkor önmagunkhoz, korábbi énünk, önmagunkhoz, de korábbi énünkhöz hasonlítjuk magunkat. Például én 10 évvel ezelőtt pikpakit takarítottam a konyhát 1,5 óra alatt, most meg itt szuszogok rajta már mindjárt 4. órája, és még mindig óriási a rumli. Szóval vannak olyan helyzetek, amikor önmagunkkal versenyzünk. Azt írtad, hogy találd meg a történetben rejlő humort. Hát nem mindig tudunk nevetni magunkon, másokon nagyon, de magunkon nem vagy egyáltalán, és nem vagyunk megértőek sem önmagunkkal, sem az embertársainkkal. De azért kell ezt keresni. Itt van a türelmetlenségi faktor, hogy de mikor fog ez elmúlni. Uh-huh. És nagyon fontos lenne tényleg odafigyelni azokra a nyomógombokra, amelyek elindítanak, vagy újra aktiválhatnak konfliktusokat. Ha tudom, hogy én hajlamos vagyok bosszankodni, vagy hajlamos vagyok az igazságomért küzdeni, most ez a két példa jutott eszembe, akkor érdemes lenne nem ezekkel tölteni túl sok időt, vagy amikor megint felcsillan bennem az igazság utáni vágyakozás, akkor feltehetem magamnak a kérdést, hogy megéri nekem ez a küzdelem, mondjuk itt a társadalmi esélyegyenlőtlenségekkel való foglalkozás, mert hol tudok változtatni? Nyilván csak azokon a területeken, ahol én hozok döntést. Például a kapcsolatomon belül, a gyerekeimmel, a férjemmel, a szüleimmel való kapcsolódásban, azokkal az emberekkel, akikkel napi kapcsolatban vagyok. Én személy szerint nem tudok ráhatni az operatív törzsre. Sem arra, de most egy teljesen más példát akartam, hogy nem tudok hatással lenni az afrikai éhező tömegek jó lakatásával, mert lehet, hogy küldök 350 forintot, de hát ebből valljuk be, hogy nem túl sok minden jut el oda, ahova én ezt szeretném, és lehet, hogy ezen mérgelődök, és azon gondolkodom, hogy mennyire igazságtalan az élet, de vajon én önmagammal hol vagyok igazságtalan. Igazságtalan lehet-e az például, hogy nem magammal foglalkozom, hanem mások bajait próbálom orvosolni, közben nekem is rengeteg problémám van itthon. Tehát ez a saját házam előtt csöprögetés, ez néha pont azért nem megy, mert kényelmetlen. És nagyon-nagyon könnyű átcsoportosítani a figyelmet valahová máshová, egy más ember életére, vagy egy más társadalmi réteg problémáira, ahelyett, hogy esetleg önmagammal foglalkoznék. Itt lenne a legfontosabb történés, hogy én hol vagyok mondjuk igazságtalan magammal szemben, vagy mi az a dolog, ami engem bosszant, mi az a dolog, amivel én azonosulni tudok egy ilyen helyzetben. Uh-huh. Ugyanúgy nem de bár, ugyanazt a megélést élem meg, a kiszolgáltatottságot, a függést, más emberektől való függést, mert ez az én kis saját, bocsánat, szemétkupacommal hogy van. Uh-huh. Nagyon jó. Fontos lenne mindig megkérdezni magunkat, hogyha egy új nap, új lehetőség, hogy mit tennék ma másképp, mint tegnap. Nagyon-nagyon köszönöm ezt az összefoglalót, szenzációs, és akkor ennek folytatásához akkor képzeljük el, minden nap egy új lehetőség. Ahhoz, hogy ráébredjek arra, hogy valójában megvan mindenem. Tehát semmi, de semmi oka nincs annak, hogy én bosszankodjak. Mert van levegőm, van vizem, van táplálékom, van fény, van hang. Ezt azért ne felejtjük el, hogy mindösszesen ennyi szükséges. És jó lenne elgondolkodni azon, hogy kik vagyunk mi valójában. Mert az, hogy csupán biológiai lények vagyunk, akik dolgozni, szenvedni, megöregedni, meghalni jöttünk erre a bolygóra, szerintem egy hibás önmeghatározás, és csak akkor, amikor felfedezzük a bennünk lakó létezőt, nagybetűs létezőt, akkor fogunk egy más szemlélettel más eredményt elérni. Igen, azért vannak a gondolataink és az érzéseink, hogy ezt fel tudjuk fedezni. De ameddig a félelem irányítja a gondolatainkat,
addig ezt nem fogjuk felfedezni, addig megmaradunk biológiai szinten. És már Mici Mackó is megmondta Malackának, ugye, örökké barátok leszünk, ugye, Mici Mackó? Kérdezte Malacka. Még annál is tovább, felelte Mici Mackó. Még Mici Mackó is tudja, hogy van annál is tovább. Ez itt a nagy helyzet, hogy én az identitásomat hova teszem? Kivel azonosítom magam? A személyigazolványomban levő pofával? A kapcsolatrendszeremmel? A tudásommal? A vagyonommal? A ismeretségi körömmel? A baráti társasággal? És hadd ne folytassam. Én az vagyok? Vagy a bennem lakó létezővel, örökké létezővel azonosítom magam, és akkor természetesen már nincs halálfélelem, akkor már a biológiámat nyugdíjba küldhetem. Ugye jó és rossz harcáról beszélnek egyesek, és az a probléma, hogy mi a jó és mi a rossz. Ugye természetes minden jó, ami szolgálja a kényelmemet, a túlélésemet, meg a fajfenntartást. És minden rossz, ami ez ellen való, vagy nem, de igen. És már az előbb megállapodtunk, hogyha kinézzünk a természetbe, ott mindent tökéletesnek látunk. Azt, hogy az emberi kapcsolatokban nem minden tökéletes, az kitől függ? Ja, először is önmagamat kéne rendbe rakjam, önmagammal kéne egyszer kibékülnöm, és akkor ki tudnék békülni a másik emberrel is, és nem majd akkor leszek boldog, ha. Tehát, amikor arra koncentrálok, hogy ki vagyok én valójában, és behozom ezt az örömöt, és hálát adok érte, akkor létezek és élvezem. Tehát a pozitív gondolatok és a pozitív érzések lesznek azok, amik valamit is fognak változtatni azon, amit most pokolként élünk meg a társadalomban. Minden nap egy új lehetőség ahhoz is, hogy eldöntsem, hogy kire hallgatok. Látható nagyon jó. A két oldalon ott van a két tanácsadónk. Az első az nyomatja a félelmet, mert túlélni, fajtfent tartani, túlélni. Ez a program, ez a biológia. Nincs ezzel semmi probléma, kérem szépen. Meg kell adni a biológiának, ami jár neki. Tehát a levegőt, a vizet, a táplálékot, stb. Tehát nem az a probléma, hogy biológiai lényként én most kiéheztessem a rákot, hát abba belehalok, mert ilyen is volt természetesen, nem én találtam ki. Nem az a kérdés, hogy szükség van-e melegvizes fürdőszobára, vagy nincs szükség, ezt ne értsük félre a dolgot, csak vegyük észre azt, hogy amikor a félelem engem elkap, akkor mindig a biológiám súg, és mindig az irányít. Amikor a bennem lakó létezőre hallgatok, akkor azt jelenti, hogy hozok egy döntést, és ezt a döntést kéne meghozzuk mindannyian ma, hogy odafigyelek, hogy ne csupán ösztönlényként éljek, hanem nagybetűs emberként tudjak megnyilvánulni a gondolataimmal, a szavaimmal és a viselkedésemmel, cselekedetemmel. Lezárok minden lelkiismeretfordulást és minden megfelelést, lezárok minden harcot és minden aggódást, lezárok minden felesleges beszerzést, bosszankodást, ellenszegülést, ezeknek az alapja mind a biológiai azonosultságom. Igen, az is vagyok, akinek van személyigazolványa, de alapjaiban nem ennyi vagyok. Én megköszönöm mindenkinek a figyelmét, és szeretnék Mici Mackó szavaival búcsúzni. Bátrabb vagy, mint hiszed, erősebb, mint sejted, és okosabb, mint véled. Köszönöm szépen a figyelmet.